szerintem ez a művészet lényege. Tehát ha nem éled meg, vagy nem teszel vele mindent, szerintem az kiderül. A párom az akarta. Tehát ez nem ha, az tehát volt, hogy... olyan, hogy persze, olyan embere volt, aki szeretett volna tőle gyerekeket. Aki mindegyik szeret, mindegyik azt akarta, hogy szüljen meg. És nem akarom a kolléganőimet megbántani, vagy nem tudom, de ez nagyon egy színésznőnek és az anyaság, az két különböző dolog. Így vagy? Egy még jó, egy picit? Nem, jó lesz. Jó, arra akkor. Ez ilyen túlérő túra itt nálad. Hát így kezdődik a nap, az a jó. Mert ezt hova tehet, nem? Dobd hátra, így hanyagul. Úgy, nagyon jó. Ilyen színűszősen. Hát, jaj. Jaj, nem. Kihagyhatatlan volt. Na, pedig pont nem vagyok én olyan. Tudom, de most már hozzászokhattál volna. Hát nehéz. Mióta vagy a szakmában? Ne kérdezzek ilyen hülyeséget. De nem, hát tulajdonképpen a számot már nem tudom, de a pillanat. Tehát én 18 éves korom óta vagyok színész. Hát bizony. Mert ugye nem vettek fel a főiskolára, és akkor én elmentem a Nemzeti Stúdióba, és ott voltam. Onnan kezdtem, és 18, igen. Hát akkor maradjunk, úgyhogy hogy két, régóta. Igen, szóval 18 éves korom óta vagyok színpadon. Igen, ez nagyon... És mostan tudjuk, mennyi idős vagyunk, hogy kiszámolhatnánk. Tehát várja, 46 vagyunk, szóval körülbelül ilyen... Igen. Hát ha, igen. 46 éves vagy tehát? Igen, 46 éves. Na hát bődület, sok évtized, na mindegy. Igen. De hogy az igaz, hogy te voltál egy napig nem Csákány Eszter? Ezt valahol egyszer hallottam. Igen, hogy az anyukád nem én, ami kabán. Van egy csoda, igen, csodálatos anyám volt, csodálatos nő volt. Szóval körülbelül ugyanolyan karizmatikus, erős személyiség volt, mint az apám. Tehát ez nagyon, ő egy vendéglátóiparban dolgozott, aztán végül vezető volt, presszó vezető volt, aztán egy hotelnak is volt a vezetője, tehát egy ilyen nagyon nagy pályát futott be, nagyon-nagyon, és zseniális volt különben. És hát őt úgy hívták, hogy Kabát Márta. Nagyon szép név különben. Igen. Tényleg nagyon szép név. Meg így a Mártával, szóval, hogy ez olyan tök jó hangzás. És amikor az ember 18 éves, és akkor úgy érzi, hogy önálló élet, és a szülőktől teljesen el, és hogy rólam ne tudják, hogy én kinek a gyereke vagyok, akkor én úgy döntöttem, hogy Kabát Eszter. De ez az is különben szerintem nagyon szép. És akkor én ezt mondtam a Nemzeti Stúdió, hogy Kabát Eszter, és akkor volt egy ilyen névsorolvasás, vagy ilyen szerűség, és akkor bemondtam, hogy Kabát Eszter, és egyáltalán nem reagáltam. Ültem és néztem. Ki az? És aki, igen, és akkor, és tulajdonképpen akkor rájöttem, hogy ez egy akkora csacsiság, mert úgyis az van, hogy a Kabát Eszter, de úgyis tudod, hogy a Csákányi lánya. És akkor tehát, meg ugye, azt kell magyarázni. Igen, szóval nem, inkább én így aztán végül visszatértem. Igen, mert azért én azt tapasztalom, hogy azok a színész gyerekek, akikből szintén színész lesz, és mára már befutott önmaguk jogán is ismert alkotók, hogy őnek mindig van egy pont, amikor ezt megpróbálják eltartani maguktól. Hát főleg maguktól. Az elején. Igen, inkább az tehát, elején, mindig ott van, amikor iszonyú, ez... iszonyú büszke az ember aztán egy idő múlva, hogy mégiscsak az illető gyereke. Tehát ez meg, hát, meg az egész életemben tenni, például most az, hogy ilyen karácsonyra készülünk, de az apu az évekig a parlamentben volt Mikulás. Tényleg? Na most ez egy olyan dolog volt, micsoda a mai tehát ez egy akkora dolog volt, és csak olyan gyerekek mehettek a parlamentbe a Mikulásra, akik nagyon jól tanultak. Uh-huh. Tehát az egy
óriási kitüntetés volt, és az apám volt a Mikolás, és hát én elképesztő büszke voltam rá, mert én közel sem tanultam annyira jól, de mégiscsak, hogy az apám a Mikolás, én mentem is. Ja, de csodálatos volt. És de tényleg, tehát olyan, látsz ilyen régi képes lapokat, tehát olyan igazi Mikolás, tehát nem ilyen kis modern, mint most van, yes, lett, hanem igen, hanem olyan nagyon fölöltöző műsor, komoly műsor, minden gyerekhez külön valami viszony, vagy, aha, tehát hogy nem egy, ez egy valóban egy nagy ünnepség volt, és hát tényleg állati jó meg, volt. De meg, hogy ez mennyire jellemző rá, vagy arra, amit én tudok, vagy hallottam róla, hogy ő tényleg mindig belerakta a teljes életét, igen, minden szerepbe, hát még akkor is, hogyha ez egy Mikulás szerep volt. Igen, de hát mondjuk szerintem ez a művészet lényege. Tehát ha nem éled meg, vagy nem teszel bele mindent, szerintem az kiderül. Tehát most ez így nincs megfogalmaz, hogy mitől nagyon jó egy alakítás. Mm. Attól nagyon jó egy alakítás, hogy mindened ott van. Ez nem lehet, bemegyek 7-kor, és kijövök 10-kor, és már semmi. Tehát én ezt gondolom, de tudom, hogy a világ... Van, aki nem. Az, tudom, hát ez nagyon megváltozott. De most is ugyanez van, tehát hogyha én azt látom, mert sokkal, sokkal gyorsabb minden, tehát ez elképesztő különben, hogy amikor az ember azt érzi, hogy... Tehát én ott kezdem az időt érezni, hogy nincs már ez a ritmus bennem, de nem az a ritmus nincs bennem, amit beleteszek egy munkába vagy a felkészülésbe, hanem az a gyorsaság, hogy minden gyorsan. Uh-huh. Tehát mi annak idején, de tudom, hogy ez a világ, tehát ezen nem tudsz mit csinálni. Nem lehet elélni, nem lehet. De hogy amikor Kaposváron másfél hónap alatt csináltunk mindig meg egy előadást, hát ez nagyon kevés idő, Budapesten 2 hónap van körülbelül. Uh-huh. És az a másfél hónap, jó, az tényleg éjjel-nappal dolgoztunk, de mindenünk ott volt. Ma sokkal gyorsabb, tehát a mélységek megvoltak, nem tudom, akkor így mondom. Tehát nem felületen dolgoztunk, hanem igenis nagyon elemeztünk, nagyon próbáltunk. Most is van nagyon elemzés, most az van, hogy asztalnál ülünk 5 napig, vagy 6 napig, és szépen átbeszéljük, ezek régen nem voltak. Mindenkinek tehát a szövegkönyv ott van a kezében. Nem, rögtön és most beszélgettünk, ezzel semmi probléma, mert ez nagyon jó, tehát nem teljesen jó. És mi az, ami nem olyan jó? Hát ez a gyorsaság, hogy akkor gyorsan, én nekem ez a szöveg tanulás az tulajdonképpen egy viszonylag lassan megy, meg ahhoz vagyok szokva, én tényleg, hát hány éve vagyok színe. Tehát az vagyok szó, hogy olvasópróba, elemzőpróba, rendelkezőpróba, és akkor jönnek. És ma már úgy van, hogy de olyan, tehát valószínű, hogy így vannak már szocializálódva a fiatalok, hogy gyakorlatilag a 3. nap már leteszik a szövegkönyvet. Aha. És akkor az úgy jön, és akkor vagy tudom a szöveget, vagy nem baj, hogyha nem tudom, de majd úgy is felsúgják. Tehát nekem ez nem megy. Aha. De mondjuk, hogy tudsz együtt dolgozni valakivel? Én úgy, hogy a kezemben van a szövegkönyv, és én ugyanúgy csinálom, hogy nem érdekel, hogy ő nem. Tehát, mert azért persze a munka mély, meg jó, csak hogy mégis, hogyha nem, tehát, hogy én nem tudok úgy bemenni egy próbára, hogy ne tudjam, hogy mi van. Tehát, és addig, míg nem tudom, mi van, és kell a szöveg, akkor szöveggel fogom csinálni. És gyakorlatilag ezt is hozzáteszem, hogy az idősebb kollégáknál mindig így van, tehát látom, aha, mert van, és akkor, de nincs, tehát semmi, hogy mondjam, semmi számunkérés nincs, nem, és csak ezt mondom, hogy ez a gyorsaság, ez nekem egy picit nehéz. Tehát én nekem ez nehéz. Meg közben viszont tudom, hogy szereted magad körbevenni a fiatalokkal. Nem, meg érdekel. Meg, igen, minden, meg hogy érdekel. Minden, és hogy ez az, hogy... Nem, hogy létkérdés. Tehát, hogy például te nem az a fajta, úgymond, érett színész vagy, aki mondjuk egy kicsit ilyen finnyásan néz a 20 éves frissekre, hanem van benned ez a generáció... Hát finnyásan nézek, de meg akarom győzni őket. Na, de kíváncsi vagy rájuk. De nagyon, de hát ez így az életem, tehát amikor én leszerződtem Kaposvára, ugye, hát az a világ
Magyarország legjobb színház volt. És akkor egyszer csak egy pillanat volt, amikor eldöntöttem, ami nagyon erős volt, és azzal az igazgatóval, azzal a társulattal, akik soha nem is gondoltam, hogy én el fogok jönni Kaposvárról, 19 év után azt mondtam, hogy ennyi volt. Ja, igen, és mentél a katonába. És akkor mentem a katonába, és a katonám is ugyanez volt, hogy akkor jött a krétakör, ott kaptam egy felkérést, a Schilling Árpádtól, aki egy vadonatúj színházat csinál, és akkor 10 év után onnan is elmentem, és az egy fájdalmasabb dolog volt, mert az 7 évig tartott, az egy kicsit tarthatott volna tovább, és szerintem volt is benne még egy pár év, és akkor utána jött a szabadúszás, ami szintén elképesztően jól kezdődött, és hát nagy, hogy az Orlai Tibornak a szárnyai alatt kezdtünk el dolgozni, a Tasnádi István akkor kezdett el új darabokat, vagyis saját darabit rendezni, tehát így nem rendezett, egy csomóban, tehát hogy elképesztő új és új izgalmas dolgokban voltam benne, és amikor belekerültem a terápiába, ami szintén számomra egy nagy csodálatos volt, és óriási nekem egy sikerélmény, akárhogyan is mondom, mert az egy nagyon bizarr cucc volt, és ez azért mesélem el, mert hogy így úgy is tudod, de hogy a képbe legyél, hogy amikor én valamit nagyon akarok, hogy azt, hogy csinálom, hogy a lényeg az, hogy az Enyedi Ildikó fölhívott, hogy lesz ez a terápia, és van ez a szerep, és nagyon szeretné én játszanám. De kellett menet castingra, hát, nem? Hát hogyne, ezzel és együtt, abban az időben az én korosztályom összes színésznője, az ott voltak a castingon természetesen. És én megkaptam a szövegkönyvet, és valóban az volt, hogy tudtam, hogy ezt nekem kell játszani, és én nekem egy kérésem volt, hogy csak, hogy a Mácsaival vagyok hajlandó csinálni a castingon, mert tudtuk, hogy a Mácsai fogja játszani. Igen. A Mácsaival fogom játszani, és mondták, hogy jó. És akkor én fölkészültem, két jelenetet adtak, de én abban a ruhában mentem el, amiben akartam játszani. Tehát egy pszichológusnak költöztem. Igen, és annyira, hogy a ruhám bekerült a filmbe, azért azt úgy hozzáteszem. Tehát elmesztervezőnek sem lennél utolsó? Nem, hát igen, mondjuk kreatív vagy, mondjuk rá. Ja, ez fogjuk. Mondjuk látszik is, de úgy a színpadon is. Igen, de hát nagyszerű mestereim voltam, csodálatos jelmeztervezőkkel dolgoztam, akár a Power Gyula, vagy a Szakács Györgyi, de még sorolhatnám. És akkor az még egy út lehetne, ha arról mesélhetnék, hogy azoktól, hogy tanult meg az ember művészetet. De hogy a casting, és akkor nagyon akarom, abban a ruhában megyek el, megcsinálom a Palival, és tökéletes tudtam, hogy ez akkor nem baj. Tehát, hogy én itt mindent. És megcsináltam, és bennültek rengetegen, tehát az is őrület volt, hogy tehát mindenki bennült, hogy Vizsga olyan volt. És akkor tudtam, hogy ez nem lehet, hogy ne kapjam. És akkor az Illi iszonyú szépen és bölcsen annyit mondott, hogy hát köszönöm szépen, hogy esetleg akarják még, hogy még valamit, vagy még egyszer, vagy hogy nem tudom. És akkor talán azt hiszem, mintha még egyszer megcsináltuk volna. Aha, tehát akarták, Nem tudom. És akkor már este engem az Ildi ilyen titokba fölhívott, hogy ezt most nem mondhatja. Hivatalosan. De hogy úgy érzi, hogy igen, hogy én fogom megkapni. És akkor az volt a leg... Jó, most még ilyen persze, hogy most úgy néz ki, mint én dicsekednék, de ez egy pénteki nap volt, amit én csináltam mindig, és ilyen statisztikailag ki lett mutatva, hogy az volt az egyik legnézettebb a péntek. Ja, igen, mert tehát, hogy úgy ment a terápia, hogy minden nap más volt a Bácsai betegei voltak, most ezt ilyen viccesen mondom, és akkor ő jött hozzám, mert én egy szupervizor voltam. És igen, pszichológusa voltál, és ő jött hozzám pénteki nap. Igen. És akkor volt ugye mindenféle, és tényleg nagyon jól ment a munka, tehát isteni volt az Ildikó, meg az egész annyira profi volt. Igen, azt szokták mondani, hogy az olyan nehéz, minden klappolt, jó benne lenni. Minden.
a tisztességes volt, próbáltuk. Hát igen. És hozott egy újabb mély barátságot, és egy, igen. És egy újabb társulatot. Igen, így léptünk, igen, így léptünk. Ugye az őrként. Igen, igen, ez így lépett, így léptünk tovább ami, valóban. Ami azért szintén egy olyan ajándék, amiben igen. Nem biztos, hogy a castingonban így mentél bele. Nem, és úgy valóban ki, úgy jöttünk ki, tehát az is volt a Mácsai Pállal a viszonyunk, hogy mi tényleg nagyon kíváncsiak voltunk mindig egymásra, érdeklődtünk egymás iránt, és ez benne volt a filmben is abszolút. És aztán egyszer csak valahogy úgy adódott, hogy éreztem, hogy már ez a szabadúszás picit lazább, és most már nincsenek olyan munkák, és akkor így kérdeztem tőle, vagy mondtam neki, hogy esetleg úgy érzi, hogy van rám hely, mert itt ez a lényeg, tehát egy ma már egy társulatban elképesztő nehéz bejutni, mert nem a produktumon múlik sajnos, igen, hanem igen. Hely, hogy van-e hát hely. Igen, meg hogy érted, életkor, típus, így van, pontosan is, hogy van-e, repertoár, így van, és a többi, így van, és a többi, igen. És akkor valahogy úgy tűnt, hogy... Hogy alakult hogy, egy kis hogy, hely. Igen, alakult egy kis hely, és akkor szólt. Hogy ez és hogy ez ilyen. Volt ugye most már két éve igen. Vagy az őrkényben, de hogy igen. Azt mondják egyébként a rólad barátok, hogy tulajdonképpen Kaposvár óta azt keresed, ami ott volt, alkotó közösségben, együttlétben, személyiségek összepasszolásában, csapatban. Igen. Hát igen, ez egy hát, nagy ez, család, mondjuk igen, ezt és így hogy, ki, és ez ezt a család nem lehet, csinálni enélkül. Csak az a nehézsége, tehát nem nehézsége, vagy az a gyönyöre, tehát az, hogy amikor fiatalok vagyunk, ez nem kérdés, mm-hmm. De akkor jönnek, lesznek az embereknek gyerekeik, párjuk, tehát hogy minden más is, más koncentráltságot is kíván az élet, és megoldani azt, hogy a színház hogy a két legyen. Család, igen, hogy férjen össze. Én mondjuk ez nem titok, de én tényleg, én nekem nincs ilyen értelemben családom, és egyáltalán nem bántam meg, uh-huh. hogy a pályám vagy a színészetemnek áldozok mindent. És ez soha nem is fordult, tehát hogy soha nem is volt egy olyan szakasz az életedben, amikor majdnem, vagy úgy volt, vagy megfordult a fejedben, hogy mégiscsak legyen? De volt többször, de abban a pillanatban döntöttem, hogy nem. Aha, tehát hogy mindig a te nem, tudatos nagyon, döntés nagyon, volt, nagyon, nem az életöntött. Nagyon, és például, amikor, tehát hogy ilyen szerepeknél Szent Johanna, meg nem tudom, tehát ez egész olyan bizarr volt, és ez nem kell ilyen apróságokba belemenni, de amikor így egy Szent Johannát próbálsz, és akkor leszel egy ilyen szituációba, igen. Az nagyon-nagyon abszurd. Hát gondolom, meg valahogy nyilván egy olyan társadalomban élünk, mindig a pillanatok döntötték el, még úgy is, hogy akár a párom az akarta. Tehát ez nem volt, olyan embere volt, aki szeretett volna tőle gyereket. Mindegyik szeret, mindegyik azt akarta, hogy szüljem meg. És igen. Ezek azért kemény. Ezek nagyon kemény döntések. Dolgok. De még egyszer elmondom, én valószínű, hogy nekem ez az utam. Igen. Hát biztosan, mert amikor, tehát most én tényleg ilyen vicces dolgokat is azért meséljek, hogy amikor, hát ugye mi ketten vagyunk testvérek, és hát tényleg egy nagy olasz család voltunk, tehát az nem volt kérdés. És akkor az apám, akinek elképesztő humora volt, volt olyan idő, ők nyáron is mindig dolgoztak, ilyen turnékat csináltak, és nagyon-nagyon jó barátja volt a Feleki Kamil, a Bilicsi Tivadar, tehát ez egy nagy barátság volt, és akkor a Kamiléknak volt Balatonon házuk, meg a Bilicsinek az apujék is ott akartak mindig kivenni házat, hogy így akkor együtt nyaralni este. És akkor én emlékszem arra, mert abban az időben ugye semmi nem volt, tehát nem volt internet, semmi, úgy kellett kopogni házakból, hogy ki volt írva, vagy kiadóház, és akkor az apám nagy nehezenme, igen. Szerintem akkor még nem volt. Csak a rendszerváltás után lett, igen. Talán, vagy hát a körül nem kezdődött. Volt, és akkor igen. Tudom azt, hogy
akkor mentünk egy rosszabbba, egy gyengébe, és akkor azt nem akart az apus, és akkor az anyám nagyon rábette, hogy ő menjen ő is, de hát őt nagyon, nem nagyon érdekelt ez a dolog. És akkor, de hát jó, megyek, jó. És akkor így bement, és így, jaj, művész úr, jaj, csodálatos. Van ki, persze, van kiadó, persze. És akkor az apám kérdezte, hogy zongora van? Persze van, és úgy esténként lehet játszani. És gyerekek, persze van, 3-4 kis unok. Anyám Mártának hívták, apám mondta, Márta, megyünk. Tehát, hogy nyaralni, se zene, se. Te, igen, és ez, én ezt teljesen értettem, mert eleve volt 2 gyereke. Uh-huh. Tehát, hogy meg a 2 gyerek, meg még 3 gyerek, meg még megy a műsor. Tehát, hogy ez egy nagyon... Tesódnak van gyereke, ugye? Van. És azért ott, tehát ott azért vagy te ilyen klasszikus értelembe vett családi környezetben. Hát igen. Nem, vagy, hát tudod, ünnepek, stb. Persze, hát hogy minden családban igen, tulajdonképpen igen, mindenki igen. Elfoglalt, teszi maga a dolgát. Azon gondolkoztam, hogyha már ebbe a dologba így bele kaptunk, hogy a te édesapád azért végig dolgozta a ti gyerekkorotokat. Tehát, hogy ő a nem jelen... Igen, hát persze, de hogy ő a nem jelenlétével legalább annyira hatott, mint a jelenlétével. Igen. Tehát, hogy azért vannak azok a szülők, akiknek a gyerekükben megfogalmazott kép szerint a hiánya ugyanannyira fontos, mint a... Tehát, hogy sokat igen, nem volt ott. Na, értem. Nagyon. Meg hát volt egy rendszere, tehát... Igen. De meg amikor otthon volt, akkor is... Igen, hát akkor aludt például, mert el sem tudom képzelni. Tehát én komolyan mondom, tehát ezt sokszor megfogalmaztam, hogy próbált, utána ment vagy rádióba, vagy tévébe, vagy akkor este játszott, és akkor még elment szinkronizálni. Tehát az apám az minden műfajban dolgozott. Tehát én már nem bírom azt, hogy egyszerre 2 darabot próbáljak, vagy 2 különböző dolog lenne, mert nem megy idegileg, nem megy, tehát fizikailag. És ő mindig annyit dolgozott, hogy tényleg olyan csodálatos, ez most ez is, hogy a mai napig ilyen jogdíjat kapok az ő munkái után, aha, és igen. Pont ilyen karácsony előtt, és akkor így mondom a nővéremnek, hogy ez az ő karácsonyi ajándék a mai napig, és nem annyira keveset. Hát mert rengeteget dolgozott. Mondom, hogy elmondta, tehát én gyakorlatilag nem tudom felfogni, hogy ő mennyit dolgozott, és akkor, amikor viszont hazajött, akkor tényleg csönd volt. Uh-huh. Tényleg csönd volt, de mégis, és nem a múlt miatt, hogy az ember szépre emlékszik, szóval azért nagyon erős volt ő. Nagyon erős. De hogy pont, az merült fel bennem, hogy, tehát, hogy az, hogy te ennyire tényleg állati karakán is valahol nagyon bátor módon, mert egy olyan társadalomban élünk, ahol minden nő felé mindig felmerül az a kérdés, hogy és család, igen, és tudom, gyerek, és tudom, hogy ez egy, valahol ez egy érthető, mert a principium is. Igen, mert ugye látjuk a dolgokat, hogy hány család, tehát hogyha most körbenéznék, hogy mennyi káros család van. Jó, persze. Most tényleg nem szabad kitérni. És kinek való tényleg. De hogy nem ez a szempont most itt, vagy nem ezért. Tudom csak, hogy ez is fontos. Persze. Hanem, hogy az, hogy ő ennyire sokat nem volt, hogy ez nincs arra esetleg erre az egész döntésre hatással, hogy neked ez nem. Nincs. Nem. Mert hogy te is annyi dolgozol. Meg nem. Érzem, hogy tehát én tudom pontosan, és nem akarom a kolléganőimet megbántani, vagy nem tudom, de ez nagyon egy színésznőnek, és az anyaság, az 2 különböző dolog. Igen. De nem kicsit. És nem mondom sokan meg a kollégának, igen, azért. tudom, de van, akinek megy, tehát nem erről van szó. De én olyan, nem mondom meg a kolléganő nevét, de egy csodálatos kolléganőm, amikor játszottam a Sirályt, amiben az Arkadina voltam a színésznő, egy nagyon tipikus történet volt a darabban, és ugye egyáltalán nem foglalkozott a gyerekkel, és a gyerek a darab végén öngyilkos lesz. És hát ott látunk egy színész történetet, egy életet, és ez a kolléganő megnézte, és akkor én gratulált, és azt mondta, hogy hát én anya lettem.
Tehát úgy döntött, hogy anya lesz, és nem lett annyira jó színész. Illetve nem, most már jó színész, de akkor is jó volt, csak nem volt fontos. Tehát úgy érezte, úgy döntött, hogy és tényleg a fia egy fantasztikus srác lett. Igen. Tehát, hogy ez nagyon nehéz dolog. Jó, hát ez itt ülő színésznőkkel mindig előkerül, akkor is, ha van, ha nincs érek, hogy ez tényleg nehéz, nagyon és nem nehéz. Tudom, Báesti Juli mondta és azt, hogy micsoda... És azt, hogy lelkiismeretfurdalás van, hát a Pogány Juditnak, a mai napig, Pogány Judit, 75 éves, van egy fia, és a mai napig lelkiismeretfurdalásra, hogy az első 15 év vagy 20, amikor ugye Kaposvár és... Igen, igen. Pedig ott voltam a mamája, aki vigyázott a Gáborra, tehát mindig volt, nem volt egyedül a gyerek, de mai napig ezt hallgatom, hogy akkor miért nem, vagy hogy milyen szörnyű. Igen, viszont mégiscsak a magánéleti családod, ez a más választott családod, a barátaid, azok igen, azért óriási szerepet töltenek be. Persze. Évtizedek óta az életed, mert a Lengedes a barátságot például a Kulka Jánossal, igen, akivel ugye Kaposváron találkoztatok, tehát igen, ez már egy 40 éves barátság. 40. És hogy azt te fel tudod idézni, hogy ez miért vagy hogy alakult ott barátsággá? Hát a munka, munka, tehát aha, hát meg az a, tehát hogy mondjam, a munka, az tehát hogy mondjam, az ízlés, a humor, az érdeklődési kör, és aztán azért az nagyon sok volt a Jancsival, hogy sokat játszott, sok önálló estünk volt, tényleg a mai napig nagyon-nagyon komoly mélységű barátság van köztünk, és nagyon boldog vagyunk, hogy engedi, mert ez fontos. Igen. Hát de te is engeded. Igen, de ő mostanában különben elképesztő jó állapotban van, és csodálatosan van, és elképesztő, igen, nem is, és tényleg minden szempontból nyílik, és tér magához, és nem tényleg félelmetesen nagyon nagy úton van túl, és szerintem még van előtte, és nagyon-nagyon bírja, hogy annyira, tényleg mind két testvér, azt hiszem, mi úgy élünk a mai napig. Hát meg igen, mert hogy azért tényleg egy ilyen testvéri es kapcsolat, mert hogy ugye neked is, amikor volt a térdműtéted, igen, és kiest, és hirtelen egy ilyen tevékeny igen, ember, aki igen, megy, csinálj, egyszer csak off, igen, és el kellett engedni igen, mindent, és igen, csak magadra koncentrálni. Na, de ez is annyira isteni volt, hogy ott, tehát abban a pillanatban minden megszűnt. Tehát, hogy igen, az is, hogy akkor csak két hónapig voltam különben rehabilitáción, de ezt én döntöttem. Mert ugye ezen a Meredek utcán lakom, és úgy éreztem, hogy naponta kétszer jöjjön oda föl gyógytornász, tehát nem tudom, nincs ember, akit én át tudok venni, és a kórházban volt gyógytornász, és naponta kétszer, és hogy mindent elengedtem. Ő is segített hát téged persze, ebben, hát hogy, hogy ott húzni ki téged igen, ebből, persze, meg átrángatni persze, ezen persze, a két hónapos persze, időszakon. Persze. És viszont, hogy, és ezt gondolom viszont is így volt, hogy amikor neki lett a betegsége, hogy akkor ott lenni mellette, és hogy engedi, és hogy kérdés, tudsz, és hogy... Nem, itt az volt a kérdés, hogy ő engedi. Igen, na, tehát, mert és ő, itt jön be ez az engedi, hogy igen, mert ő nagyon szűken él, és tényleg nem enged be embereket, de én szerintem az csak azért van, mert még ő nem tartott ott. Aha, persze. De most már ott tart. Na, de hogy az igaz, hogy volt egy olyan önálló estetek a Tilos az Ába, ahol a telefonkönyvet olvastátok föl? Ez csodálatos volt. Tilos az Ába, az volt egy alternatív klub, igen, amit a Vajdai Vili talált ki, hogy annyi legyen az estén, hogy olvassuk föl a telefonkönyvet. És kész. És elkezdtük, és valóban az volt, hogy hát minden volt, tehát kitaláltam én, hogy akkor teljes minkbe, meg minden, és akkor közben lemosok, tehát hogy lesz pőre az ember, hogy lesz saját maga, tehát ezen mindent mondjuk, és mindig olvassuk a neveket lakcímmel, telefonszámmal, és akkor, és megbeszéltük meg a Vilivel is, meg a Jancsival, hogy ameddig ember van, addig olvassuk.
és már valami hajnal volt, most nem mondom, hogy 2, 3, 4, de már bármennyi, és ő mindig nem akartak elmenni, és akkor azt hiszem, hogy a Vili volt az, aki elkezdte kidobni őket, mert mondtak, hogy ez már nem lehet, de hogy össze-vissza, megvacsoráztunk közbe, tehát egy ilyen életet éltünk, de tényleg isteni volt, tehát ez egy valóban egy performance volt, valóban semmit nem csináltuk, csak már végén mondtuk, hogy mondjanak betűket, és akkor ahogy kinyitottuk a telefonkönyvet, olvastuk, isteni volt. Na, ez állati jól hangzik, de akkor ez nem a Mágerhelyi Doktoros? Ez nem, ez egy teljesen más, egyik igen. Önálló estünkkel mentünk vidékre, és valóban ez volt kiírva, hogy itt ma fellép Mágerhelyi Doktor és Csákányi László lánya. Na de hát ez olyan humorérzékről és öniróniáról teszt a rubizonságot mindkettőtök részéről, ami valószínűleg szintén egy közös persze. Ezen csak nevettünk mi magunk is, és ez én is büszke voltam, arra, meg gondolom ő is. Tehát ezzel nincs semmi baj. És azon gondolkozom egyébként, hogy ha téged annak idején fölvesznek a akkor nem lett volna. És egy csomó bátor dolog nem lett volna, ami van. Így van. És az jó, biztos megtaláltam volna akkor is a kis utakat. Tehát abban én bízom, hogy érdekelt volna más is, mint ami az iskola, de az a baj, hogy nekem akkora szerencsém volt azzal a Kaposvárral, hogy karakterről függetlenül mindenféle szerepet bíztak rám. Tehát gyerekdarabtól kezdve Lady Milford, igen, Lady Milford is én voltam, az árvány észre, nem mondod. Én kaposvári vagyok, és tárcsicspérletem volt, Jézusom, csak már mostanáig harapdálom a nyelvemet, hogy ne hozzam elő megint, hogy kaposvári vagyok. De csodálatos, igen, mert talán tudom is. Hát majdnem mindenben annak idején. És akkor én tudom azt, hogy az micsoda, na most ezt a világon sehol nem osztanák rám. Én magam is meglepődtem, Mohácsi János rendezte, csodálatos előadás volt szerintem. És abban keveset beszéltél, emlékszem. És igen, pár mondat, igen, de igen, jelenlét nem, meg végig. Elképesztő volt, és akkor így fölmentem hozzá az irodába, és mondtam, hogy szerinted én ezt... Mert ugye mindig Bajor Gizi játszottam, mindig ezek nagyon nagy primadonna színésznők, igen, Rutka Éva, stb. És mondta, hogy szerinted én ezt el tudom játszani, és akkor úgy állt velem, és azt mondta, hogy miről szól ez a szerep, Eszter? Hát, hogy egy nő, akit elhagynak, és szerelmes, és szomorú. Szerinted ezt el tudod játszani? Igen, el tudom játszani. Na hát, akkor erről van szó. Tehát tulajdonképpen különben tényleg erről van tényleg szó. És csak ezek a közhelyek, tudod, igen, meg ezek a konvenciók, és hogyha én bekerülök a főiskolára, akkor én féltem volna attól, hogy jó, akkor tényleg beskatujáznak, ami kb. Úgyse tudsz kilépni, mert természetesen én, van ugye a primadonna, meg a szubret, és én a szubret vagyok, tehát én a második nő vagyok, de nekem ez soha nem volt probléma, mert nem vagyok hülye, tehát tisztában vagyok vele, és így is rengeteg primadonna szerepet kaptam. Mert ugye mindig igen, az ember volt. Igen, igen. Különben igen, mostanában egy picit ez nekem probléma, mert mostanában már nem annyira bátrak. Tehát azt érzem, hogy most már jobban mennek a biztonságon. Tehát, hogy nem kísérleteznek, és azokra a helyekre, ahova én megyek, ott azért meg szeretnek kísérletezni. Hát én utoljára Pintér Bélánál láttalak a titkainkban. Ja, az a sajnos nem a, még az Örkényben nem láttalak, amit kicsit hát szégyellek, pedig el akartam el most ezelőtt menni, most az újat pláne, meg akartam, hogy csak itt az év végén már nem fér bele, de jövök. De a titkainkban olyan Páncél György elvtárs szerepében igen, a rémálmaimban jössz vissza. Az ott nagy, jó értelemben. Igen. Nehogy megsértem. De hogy mert az olyan, hogy az egy félelmetes külső belső energia. És most nagyot ugrok, ez tényleg csodálatos lehetőség, hogy a Barisnyikov 2 éve meghívott minket a színházába a titkainkkal. A Barisnyikov egy saját színházba. És akkor hát el volt ájulva az előadástól, és volt fogadás, és akkor fölmentem én, úgy hátra volt zselézve olyan, mint a páncélgyár. Ez Acél Györgyről mintázt akarod. Igen, és akkor, de hajam az úgy volt, hogy hát ez persze kifestve meg, nem tudom, és akkor fölment, és akkor azt mondta nekem a barátja, hogy a bajszát miért nem hozta, mondta. És akkor úgy nagyon huncutul néztem rá, hogy tulajdonképpen érdekes lett volna ebben a kis kivágott trikóba és a bajusszal. Nem, az, hát az a Pintér Bélának egy nagy
De hogy az, gondolata. Meg hát, hogy, de, hogy azt mondta, hogy úgy játszál, mint apád, nem? Mint ha apád lenni, hogy volt valami ilyen... Nem tudom, talán én mondtam, hogy olyan vagyok. Ja nem. Azt ott mondja, hogy apád szemüvegében van, apám, így van, ez a lényeg, hogy az apu szemüvegében játszom. Igen. És van is egy kép, tehát azt én összeraktam, hogy az apámnak van egy portréfotója, ami ez a szemüveg van, és akkor mellé tettem az én páncél fotómat, és hát ez nagyon gyönyörű. Hmm. Tehát egy színész gyerek álma teljesül egy ilyen pillanatban, hogy az apjának a szemüvegében játszhat. Ez szerintem az egyik legnagyobb. A másik különben az órája. Van egy órája, ami, amikor időskorában hordta, és a 42. hétben, amiben szintén a Pintér Bélánál játszok egy nagyszerű szerepet, egy csodálatos anyagban, ott meg az óráján van mindig rajtam. Hát igen. Tehát, hogy nem csak azzal volt akkor most ilyetén módon szerencsét, hogy a főiskola nem neveltek belőle ki a szabálytalanságodat, hanem a családot se. Tehát, nem, hogy apádék is hagytak téged olyannak lenni. Igen. Mert átlátták. Igen, de hogy ez kicsikorodott a te ilyet. Tehát már a Fini néni, a balettnál. A kis dobosnyi a kendőt is már máshogy kötötted meg. Nem, egyszerűen ez egy... Tehát ez a legszebb, ami történet egy gyerekkel, hogy engedni azt, és nem dresszírozni az általánosságra, hanem megengedni, hogyha ő... Hát nyilván én is kaptam pofont, meg... Igen? Hát persze, hát meg az anyám... Apától vagy anyám, ne, hát apámtól is, de az anyám is szigorú volt. Tehát én annyira boldog vagyok, hogy annyira jól csinálták ezt, mondjuk, de igazából nevelni a nagyanyám nevel. Tehát azért az apám, anyám élték az életüket, ott volt a nagymama, tehát mi így voltunk, és a nővéremmel, és ez rettentően... Tehát én engem tulajdonképpen a nagyanyám nevel, de miután ott voltak a szüleim, és jól csinálták, tényleg nagyon jól csinálták ezt a dolgot, azért volt szigor nálunk, tehát elfogadták, hogy én ilyen vagyok, nyilvánvaló, hogy azért ezt is egy picit azért próbálták helyrehozni, meg egy kicsit azért rendszerezni. Te vadhajtásokat nagyon... De igen, de azért engedték a dolgokat. Viszont amiben meg más vagy, mint apukád, az a szókimondásod, meg az, hogy beleállsz döntési helyzetekben, meg kiáll, meg közéletben is azért te hangosabb vagy, és határozottabb vagy. És tudom, hogy ezt szoktad mondani, hogy nincs saját családod, úgymond érted, a vesztenivalót kisebb, de azért ez nem csak ezért van. Egyáltalán. Azért nagyon sokan, akiknek elvileg nincs, és nincs akkora vesztenivalójuk, is bekussolnak. Persze, én próbálkozom az igazság. Vagy úgy de ebből sosincs bajod? De biztos van, hát egy időben nemrég volt egy elég nagy felkérésem, és vagy egy ilyen beszélgetés, nem volt a felkérés, és tudom, hogy ezért nem jött össze, mert valakinek nem volt izgalmas az én választásom, de van, hát igen, tehát ezek vannak bizonyos tiltólisták, amiről az ember így tud, tévében, meg nem tudom, hogy oda nem hívnak, de semmi probléma, én nem érzek. Jó, van, értem. Nem érzek, értem. Tényleg nem, komolyan mondom. Nagyon sok erre hívnak, tehát nem, nincs nekem ebből. Én mindig azt mondom, ahogy történnek a dolgok, annak úgy kell történnie. Én ezt így érzem. Jó estét! Jó estét! Igen, bocsánat. Megérkeztünk második otthonhoz, és a többi, és hasonló helyek. Mi most... decemberben van. Nem játszom, de voltam sírásó. Színi kritikusok voltál? Igen. És az igaz, hogy a apukádnak itt volt az egyik utolsó szerepe? Igen, a Balikó rendezte. Igen, majd mindjárt mondom. Tudod, az a nagy vádtanúját. A vádtanúján van, aha. Csodálatos volt benne. Tehát akkor az is egy ilyen... Igen, meg itt volt egy másik előadás, amikor mesélte, hogy az autója, miért itt régen itt lehetett volt parkoló. A parkoló,
lehetett itt megállni, és akkor, hogy nem húzta be a kéziféket, és akkor mentek föl hozzá egy művész úr, azt hiszem, hogy az autója, neki ment a másik autó. Tehát, hogy ilyen ővele is törtött. Igen, meg kísérnek téged végig az ő sztoriai, nem? Hát én akarom, hogy kísérjen, vagy előveszem. Na, hát nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Örülök, hogy már régen összejött. Itt volt az igen, ideje. Igen, hanyadik ez pontosan? 140. Valahogy hát értem, hogy sosem mosom le magamról. Nem tudod különben. Én azt hittem, de hogy már vagy, voltál. De látod, hogy jöttem. Igen, és köszönöm volna, szépen. Megsértődhettem volna, hogy menjél a csodára. Eljutott odaig ez a műsor, hogy most már is értés, igen, hogyha nem hívok meg valaki. Van, ezt én sikernek könyvelemet. Igen, igen. Kedves Eszter, elnézést, hogy csak most, és viszont igen, akkor ezt megmagadnám, hogy egy fotót szeretnék. Jó, már te már készülsz rá. Nem, de várjál, de igen. Éppen nézd meg, hogy jó ez. Nem biztos, jó, mert itt eltakartam a tukat. Okos. De nincsen, mármint, hogy nincsen. Dehogy is nincs. De. Köszönjük szépen. Ez az az időszak, amikor mi majdnem randiztunk, de soha nem történt meg. Ez csak ja, a te fejedben majdnem. Persze, én akartam, de nem, de nem mondtam soha. Tudom, hogy sokan ezt nem hiszik el nekem, de hogyha lenne egy barátnőm, hogyha a lányom azt mondja, hogy te nekem ő nem szimpatikus, kirúgom másnap. Tényleg? Persze. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a VMN YouTube csatornájához.